Szemköszönünk Rogán Antal, az 5. kerület polgármestere és polgármester jelöltje. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! A kérdezőtársak pedig Csuha Ildikó, Népszabadság és Huth Gergely, Magyar Hírlap. Jó reggelt! Sok ügy van, kezdjük a lakáshitelesek megsegítésével. Tegnap előtt egyeztettek a hitelesek képviselőivel, a tervek szerint ma egyeztetnek a bankok képviselőivel, bár Kósa Lajos azt mondta, hogy mindenképp keresztül viszik. Akkor miről egyeztetnek? Azért fontos ez az egyeztetés, mert én azt gondolom, jogszabályi szövegek szintjén még nagyon sok kérdés nyitva áll. Másik oldalról azért is fontos ez az egyeztetés, mert tudjuk jól, hogy a bankoknak vannak szempontjai, amiket azért lehet, hogy a jogszabályok megalkotásakor érdemes figyelembe venni, meg hát ha kapunk olyan felajánlást, ami ebből a szempontból... Ha azt mondják a bankok, hogy nagyszerű, így nincs ellenvetésünk. Hát ezt azért nem hiszem, de én azt gondolom... Igazából a bankok hosszú távú érdekeivel egyezik az, amit mi a parlament elé terjesztettünk. Hát ők azt mondják, hogy nagyon is nem egyezik. Hogy Magyarországon közel 800 ezer olyan ember van, aki végül is lakáshitel után fizet valamilyen formában a bankoknak, és szerintem a bankrendszernek érdeke, hogy ezek az emberek minél nagyobb számban tudják fizetni a hiteleiket, és ott maradjanak a rendes fizetőadósok között. És ugye ezek a törvényjavaslatok szerintem pontosan ezt a célt szolgálják. Kiszámítható viszonyokat akarnak, annyiban ütköznek a bankok érdekeivel, és nem a szempontjaival, hogy hát valójában ugye ezek csökkenteni fogják egyébként a bankoknak a profitját. Függetlenül attól, hogy végül is aki aláírta ezeket a svájci frankos hiteleket, minden létező jogáról lemondott, ugye olyan prima szerződések készültek, de próbálták már kiszámolni, hogy nagyjából mekkora százalék vagy összeg az az extra profit, amit a bankok a svájci frankos hitelezéssel kaszálnak. Ugye gondolok arra, hogy nyilvánvaló, amikor kihelyezték ezeket a hiteleket, és látták, hogy elkezd drágulni a svájci frank, a bankok mindjárt átváltották más valutába, de azóta is svájci frankban szedik a hasznot. Tehát náluk nyilván jelentkezett egy extra profit, nem lenne rossz tudnunk, hogy ez nagyjából mekkora, mert akkor úgy tekintenénk a bankokra. Én nem akarom a bankokat tekinteni hitelös ellenségnek, tehát hozzá kell tenni, hogy ezért az előző kormányzatok pénzügyi vezetését nagyon komoly felelősség terheli. Mert más közép-európai országban nem engedték elharapozni ennyire a svájci frank alapú hiteleket, amit az a tény is jól mutat, hogy egyébként a világon kihelyezett svájci frank alapú hiteleknek a 10%-a, tehát egy tizede az Magyarországon van. Túlnyomó rész lakáshitel, fogyasztási hitel, és még sorolhatnám. De ez feltétlenül a kormány hibája? Hiszen igen. A jegybank és a gazdasági pénzügyi körülmények olyanok voltak, hogy én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy 98 és 2002 között is tettek kísérletet arra a bankok, hogy egyébként például a svájci frank alapú devizahiteleket honosítsanak meg Magyarországon, meg is tették, tehát voltak ilyen konstrukciók, és volt jó pár ezer ember, aki ilyen alapú hitelt vett fel, de ezek nem tudtak elterjedni, mert a kormány például a lakáshitelek piacán megjelent egyébként a kedvezményes, államilag támogatott forint alapú lakáshitelekkel, és azt gondolom, hogy ezek akadályozták meg akkor a devizahiteleknek az elterjedését. 2002 után pedig ennek az ellentetje történt, az akkori MSZP vezette kormány megszüntette a kedvezményes lakáshiteleket, és mivel nem akart adni helyette mást, ezért azt csinálták, hogy széttárták a karjaikat, és ők maguk is ugyanazt mondták, és sugalták az embereknek, és tették lehetővé jogszabályokban, hogy hát akkor itt van ez a kiváló lehetőség, az egyébként is alacsony kamatozású svájci frank, és azt nem mondták, nem írták elő, hogy egyébként az árfolyam kockázatra fel kell hívni a figyelmet, hogy az árfolyam kockázat kezelésénél meg kell osztani a felelősséget a bankok és a hitelt felvevő emberek között. Erre lett volna lehetősége a kormányzatnak, de nem tette meg. Itt természetesen a pénzügyi felügyeletet is óriási felelősség kezeli, de a pénzügyi intézményrendszer irányítását végső soron jogszabályokon keresztül a kormány végzi. De akkor azt hiszük, egyszerre hát. Bocsánat, tehát, hogy nem visszamenőleg lesznek érvényesek ezek a bizonyos pontok, ez is kiderült már a nyilatkozatokból, csak a pontoknak néhány eleme lesz visszamenőleg érvényes. Melyek lesznek visszamenőleg érvényesek? Visszamenőleges érvényességet itt én azt gondolom abban az értelemben nem lehet megtenni, hogy mondjuk a bankok ha eddig kedvezőtlenül módosítottak szerződést egy éve, két éve, fél éve, azt még nem tudjuk visszacsinálni. Világos, de ez nem azt jelenti, hogy akik ezután vesznek fel hitelt, hanem akiknek jelenleg is van meglévő hitel, őrájuk is érvényesek ettől a pillanatok kezdve, amikor majd elfogadják. Például az egyoldalú szerződésmódosítás tilalma nyilvánvalóan az összes eddigi szerződésre érvényes. Nyilvánvaló, hogyha meg tudunk állapodni egy jogszabályszerű szövegben abban, hogy hogyan fogjuk megoldani az 5 éves futamidő hosszabbítás automatikus lehetőségét az ügyfél kérésére, az értelemszerűen minden eddigi szerződésre érvényes. Hogyha meg tudunk állapodni abban, hogy egyébként a jelzálog érték 100%-ánál többet nem kérhetnek a bankok az adóstól, abban az esetben ők dobják be a hitelt,
akkor nyilvánvaló, hogy ez minden eddigi szerződésre érvényes. A középárfolyam alkalmazása minden eddigi szerződésre érvényes. Tehát ezek alapvetően olyan döntések, amelyek azt gondolom minden lakáshiteles számára kedvezőek, de azt, hogy szeretném itt leszögezni itt is, hogy mi alapvetően a lakáshiteleseket akarjuk támogatni, és nem csak a devizában felvett lakáshiteleket, hanem a forint alapú lakáshiteleknél is szükség van arra, hogy például az egyoldalú szerződésmódosítás tilalmát bevezessük. Visszatérve a ma délutára tervezett egyeztetésükre a bankszövetséggel, amikor meglátták ezt a 8 pontot, úgy fogalmazott Erdei Tamás a bankszövetség elnöke, hogy sokkot kaptak. Na most hol van a találkozási pont, a nonsense, a sokkot kaptunk és a konszenzus között, vagy mi értelme ennek a mai egyeztetésnek? Én azt gondolom, hogy az az értelme, hogy megértsük, hogy végső soron mindannyiunk céljai közösek. Tehát önök elmagyarázzák a bankszövetségnek, hogy miért jó nekik az, ami nem jó nekik? Az, hogy az első hangulatokban ők mit mondanak, és milyen jó nekik valójában, és mi az az alkupozíció, amit szeretnének elérni, nyilvánvaló, hogy szeretnék elérni, hogy a 8 pont mindegyike ne lépjen hatályba. Vagy hogy polgári jogi szerződéseket ne lehessen egyoldalúan módosítani, mert ők ezt alkotmányellenesnek tartják. Polgári jogi szerződéseket egyoldalúan módosíthattak. Ahogy a szerződésben bele volt írva? Hát igen, csak az egy jó kérdés, hogy egyébként ezt meg lehetett volna tenni. Én azt gondolom, legalábbis a közszférában ez a gyakorlat, hogyha én például polgármesterként aláírok egy olyan szerződést bárkivel, amiben lehetővé teszem az illető számára, hogy egy oldalon módosítsa az önkormányzat számára hátrányosan ezt a szerződést, akkor bárki joggal támadhatja meg, és mondhatja, hogy ez a szerződés semmi. De orvosolja az eddigi alkotmányellenességet egy másik alkotmányellenesség? Én azt gondolom, hogy a mi általunk felvetett pontokban semmilyen alkotmányellenesség nincsen. Csak felhívnám a figyelmet arra, hogy például az 1990-es évek elején akkor hozott egy olyan döntést akkor a kormányzat és a parlament, hogy az addig azok a lakáshitelek, amelyek fix kamatozással futottak, az emberek 100 000-re így vették fel ezeket a hiteleket, ezeket átalakították változó kamatozásúvá. Ez nyilvánvalóan a magyar családok számára akkor rendkívül hátrányos volt, egyoldalú, visszamenőleges szerződésmódosítás volt, mégsem találta alkotmányellenesnek az alkotmánybíróság, és azt gondolom, hogy a helyzet most kísértetiesen hasonló, egy különbség van, hogy jelenleg inkább az ügyfelek lesznek ennek a haszonélvezők. Igen, csak az is kérdés, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás kategóriájában mi tartozik bele? Tehát van olyan, amiről tehet a bank, és van olyan, amiről nem. Tehát az árfolyam ingadozás az belefér ebbe, vagy az árfolyam ingadozást sem követhetnék a bankok? Az esetleges jegybanki alapkamathoz való igazodást követhetik a bankok, vagy nem követhetik? Mert ha mindezt nem követhetik, akkor senki nem lesz, aki hitelt akar adni. És ez sem szolgálja a bankok hosszú távú érdekét. Én azt gondolom, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás azt jelenti, hogy azok a kockázati tényezők, amelyekkel én annak idején felvettem például a saját lakáshitelemet, azokkal természetesen kalkulálnom kell, tehát elkövetkezhet olyan pillanat, hogy mondjuk az a alapkamat, amihez képest én felvettem, az megváltozik. Az természetesen egy változás. De az alapkamaton a felár megváltozik, amit a bank alkalmaz, na az már olyan egyoldalú szerződésmódosítás, ami egyébként indokolatlan, ezért vezetjük be a kamat felár növelésének is ebből a szempontból a tilalmát, mert ne haragudjon, az már csak a bank számára egy tétel, annak az alapkamat megváltozásához semmi köze nincs. Jó, ha ezt kell szétválasztani, világos. Így van. Ha az árfolyamnál ugyanez a helyzet, ha az árfolyam megváltozik, azt gondolom, hogy az egy olyan kockázat, amivel kalkulálni kell, kalkulálni is lehetett, de az már azért nem mindegy, hogy mondjuk ezt az árfolyamat, ezt a bank hogyan vezeti át a szerződéseken, most úgyhogy közben még bővítgeti esetleg azt a sávot az eladási és a vételi árfolyam között, ami éppenséggel átszámítja az én törlesztő részletemet, fix időpontokhoz kötve, vagy mondjuk ez úgy történik meg, hogy egy középárfolyamon van fixálva, és az a középárfolyam az ebből a szempontból kiszámítható viszont de jelent elnézést, nekem is, meg a banknak is. De ha én a szerződést úgy írtam alá egy adott pénzintézettel, hogy abban a szerződésben a vételi és az eladási ár szerepel, akkor hogy lesz ebből középárfolyam? Nézze, vannak olyan pillanatok, amikor a pénzügyi intézményrendszernek és a törvényhozásnak az a feladata, hogy védje a magyar családok érdekeit, és szerintem most ez a pillanat érkezett el. Középárfolyam azért lesz belőle, mert azt a gyakorlatot is lehetne vitatni természetesen, hogy most ki milyen árfolyamot alkalmaz, milyen résszel alkalmazza mondjuk azt a vételi és eladási árfolyamot. Nem minden banknál, de azért előfordultak olyan szituációk, hogy mondjuk, most mondok önnek egy időpontot, 5-én van a törlesztés és a kamatszámítás elszámolása, 4-én még ennyi volt a vételi és eladási árfolyam, 5-én már ennyi lett, aztán 6-án megint ennyi lett a vételi és az eladási árfolyam közötti különbség, ez itt nincs rendben. Polgármester úr, a Népszava leközölt tegnap egy hangfelvételt, amin vállalkozók arról beszélnek, hogy
10%-ot kell adni a helyi fideszes önkormányzati képviselőknek, konkrétan két fideszes képviselőnek, hogyha el akarnak nyerni egy beruházást. Első hallásra hitelesnek tűnik a beszélgetés, emberinek, emberi gesztusoknak, amiket azon hallunk, de a helyi érintettek Mandinerből tagadtak. Bayer Zsolt kollégám a Magyar Hírlapban azt írja, hogy alapos vizsgálatot vár a Fidesztől, mert nem válhatunk azzá, mondja Bayer, mint a szocialisták, már csak azért sem, mert a szocialisták éppen ebben reménykednek. Nos, hogyha öntől, mint egy tekintélyes polgármestertől elfogadnak a vasmegyei kollégák tanácsot, mit tanácsol nekik? Kivizsgálják ezt az ügyet, forszírozzák-e tovább, vagy hallgassanak? Hát annál is inkább bocsánat, hogy hozzáteszek, mert majd újabb hangfelvételt tett közé a Népszava. Bár ha már említed, a mai hangfelvétel az elég gagyi, szóval újságíró szava semmit nem bizonyít. Na jó, hát ezt majd eldöntik a hatóságok, szóval mit tesz a Fidesz? A tegnapi az érdekesebb. Te ugye valóban miatt 3200 önkormányzatban élő emberek és ott élő fideszes képviselők fölkapják a fejüket, itt a Szombathelyről van szó ebben az esetben. Az, hogy ezek a felvételek bizonyítanak-e valamit vagy sem, az majd kiderül, de egy valamit én azért szeretnék leszögezni. Mi a kormányzás elején is világossá tettük a Fidesz széles tagsága és minden országgyűlési képviselője számára, hogy az, ami eddig történt az MSZP és az SZDSZ kormányzása idején, az nem folytatódhat, elfogadhatatlan. Tehát ha valakit rajta fogunk kapni ilyesmin, annak meg lesznek a jogi és politikai következményei. Hogy aztán itt most a kampány hevében legyártott felvételekről van szó, vagy valódiról, azt én azt gondolom az igazságszolgáltatás dolga kideríteni. Az igazságszolgáltatás dolga kideríteni. Az igazságszolgáltatás, mert jól tudom, már feljelentés is van. De nem kellene rövidre zárni, mire elég az igazságszolgáltatás malmai majd megőrlik ezt a kérdést, vagy ez ítélet születik, addig a vége a kampánynak. Egy kicsit nehéz igazságot tenni, mert ha jól emlékszem, akkor az, aki úgymond ezt a felvételt készítette, nem nagyon vállalja ezt ebben a formában, legalábbis így arca még nem jelent meg. Kettő, azt azért szeretném hozzátenni csendben, hogy ha jól emlékszem, akkor például tegnap annak az ominózus vállalkozásnak a munkatársai, akik közül állítólag kikerült ez a felvétel, saját maguk mondták azt, hogy ők nem tudnak ilyesmiről, kettő, ez a felvétel, a felvételen szereplő hangról pedig azt gondolják, hogy ilyen ember annál az ominózus. Igen, tehát ez kétségtelen, hogy állítások vannak innen is, onnan is, csak a kérdés az, hogy csak az igazságszolgáltatásra bízzák, és most a kampányban már végig azt mondják, hogy az ártatlanság vélelme megilleti őket, amíg bírósági ítélet nem következik, majd rövidre zárják és indítanak saját vizsgálatot. Én nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy önkormányzati választási kampány van. Nem biztos, hogy véletlen, hogy ezeket pont most rángatták elő, és az, hogy igazak vagy nem igazak, azt gondolom, hogy a lehető leghiggadtabban kell kideríteni. Azért csak visszatérnék arra, most nem állít Kósa Lajos képviselőtársam, de már ő is állt méltatlan vádak előtt az ország egyik legnagyobb napilapjával, amelyikről akkor sokan azt gondolták, vagy legalábbis a lap alapján, hogy azok akár igazak is lehetnek, és végül bebizonyosodott, hogy az ő állítása volt igaz, miszerint ezeknek semmi között képviselő nincs a valósághoz. Egy kicsit kellemesebb téma. A dicséretnél maradva, az ön kerületében zseniális városrehabilitáció ment végbe, tényleg páratlan Magyarországon is, miközben a kerület körül ugye szétrohad a Demszkihez tartozó belvárosi szakasz. Viszont van egy nagyon vitatott pont, tudja, a Bécsi utcában az az öt épület, ami gyakorlatilag a város szíve, hogy a kedves nézők is értsék, a Vörösmarty tér túloldaláról van szó. Elnézést, és itt ugye két eklektikus épületet és egy szecesszió 100 éves épületet lebontanának. Biztos, hogy a legjobb megoldás egy üvegpalota kedvéért letarolni a történelmi belváros egy részét? Hát ezt a leghatározottabban visszautasítom. Ha lehet, akkor a városnak ez a része már elnézést, de a lehető legnagyobb mértékben le van pusztulva. Tehát ha megnézi ezeket az épületeket, én szégyeltem magam az elmúlt években, amiért mondjuk az angol nagykövetséggel szemben egy olyan épület több áll, amelyiknek az állapota az finoman szóval kritikus. Minden alkalommal, minden angol kormányzati tisztviselő elmondta nekem, hogy ez hogy nézett ki Budapestnek a szívében. És ezek az épületek semmilyen formában nem védettek. Én azt gondolom, hogy egy új városközpont kialakítására azért, hogy a Bécsi utca rangját fölemeljük, arra egyébként szükség van, és az, hogy mit lehet építeni és hogyan, azt nem véletlenül bízta a belvárosi önkormányzat. Az ország legnagyobb, vagy legnagyobb tekintéllyel rendelkező építés zsűriére, az országos tervtanácsra, ha építészek között vita alakul ki, akkor én abban nem tudok már igazságot tenni. Nem véletlenül csináltam azt, hogy nem helyi tervzsűri dönt, senki ne vádolhasson minket bármilyen idézőjelbe téve mutizással, hanem az országos tervtanács, melynek se
a véleményét, se az összetételét nem tudom befolyásolni, és soha nem is tudtam. Az országos tervtanács majdnem egyhangú döntést hozott meg ebben a tekintetben, utána az építészek egymásnak ugrottak. Polgármester úr, köszönjük, hogy itt eltvelünk. Én köszönöm a lehetőséget. Szépen.